Kerékpárút, csapadék, víz, épületfelújítás, több mint 10 pályázatot adott be Bonyhád a területi operatív program pályázataira. A legnagyobbak azonban egyetlen területre, a gazdaságra koncentrálnak. Így sikerült két olyan pályázatot megnyernünk már, amiről értesítés van, ami az ipari park, meglévő ipari parkunknak a bővítésére, illetve iparterület bővítésre szolgál. Az egyik projektnél, ahol ugyan nem maga az önkormányzat önállóan, hanem a 100%-ban tulajdonú Bonikom NKFT-vel közösen konzorciumban pályáztunk, ott abból a pályázati forrásból már zajlik az építkezés, és március végén semmi akadálya nem lesz annak, hogy át is adjuk azt az 1297 négyzetméteres csarnokot, ami a meglévő vállalkozásnak a további lépését segíti. De a másik projektnél, ahol még a tervezés és az engedélyezési szakasznál tartunk, ott meg olyan cégek jönnek szóba, akik még ma nem Bonyhádon működnek, máshonnan jönnek, itt fognak letelepedni, és akkor ezentúl ugyanaz igaz, amit már az előbb elmondtam, ha megerősödnek, akkor itt ez az ipari park terület ennyivel bővül, ott 5 csarnok építéséről beszélünk, és tavasszal itt is bízom benne, hogy megkezdődhet az építkezés, valamikor évvégére pedig átadásra is kerülhetnek. És van még olyan pályázat, amiben már van eredmény, és szintén ezt a gondolkodást erősíti, az pedig az agrárlogisztikai pályázatunk, ahol 480 millió forintot nyertünk arra a célra, hogy egy infrastruktúrájában kiépülő raktárbázist, illetve hűtőházat építsünk, és egy másik lába teljesen más keretből, nem az önkormányzatoknak most olyan sokszor említett topos forrásból, hanem egy VP-s pályázatból megnyerjünk hozzá konkrétan egy üvegház építésre is a forrásokat, és a kettő együtt akár egy több milliárdos beruházást is szolgálhat. Ezen még dolgozunk, itt nem volt annyira előkészítve minden a pályázat eredményességeig, mint egyéb más pályázatoknál, például volt olyan, ahol már át is adtuk az óvodát illetően, hiszen csak az a nagyon rövid időszak állt rendelkezésünkre, a nyári szünet, amikor is megkezdődhet a kivitelezés, és szeptember 4-ére már az óvodának a újraindulásakor át is kellett adnunk. Úgyhogy különböző szakaszokban tartunk a megvalósításban. Egyiknél sokkal előrébb, a másiknál pedig még hátrébb. Ez az agrárlogisztikai pályázattal kapcsolatban itt egy picit még nem az a készültségi fok van, mint a többieket illetőleg, de ezt is ez a gondolkodás erősíti, hogy munkahelyteremtés, megerősödjön a helyi gazdaság, és egyéb forrásaival, bevételeivel nőjön a város büdzséje, amit aztán a város valamennyi lakosságának a javára lehet fordítani. A gazdaságfejlesztés tehát a legfontosabb, de ezek mellett megjelenik több szinte halaszthatatlan beruházás, melyek, ha úgy tetszik, a lakosság városias komfortérzetét növelik, mégis régóta húzódó kényelmetlenségeket orvosolnak. Ilyen a művelődési ház melletti terület, ahol egy rendezvényteret alakítanak ki. Nagyon régi vágya a városvezetésnek, hogy legyen egy olyan rendezvénytere a város központjában, ami méltó ahhoz, ami elvárható ma egy ilyen 14 ezeres lakosú kisvárostól, mint Bonyhád, hiszen a mi település szerkezetünk a több évtizedre, vagy akár mondhatnám 100 évre visszamenőleg úgy alakult ki, hogy nincs egy olyan terünk, ahol nem lenne autós forgalom, mindenhol valahol egy épület áll középen, akár egy templom, akár egy másik középintézmény, és azt körülvezően pedig jármű forgalom van. Tehát nem tudunk sem olyan programokat, ünnepségeket, nagyobb, több száz embert megszólító rendezvényt tartani, ami egy viszonylag zárt téren található, de olyan szinten van felépítve és kialakítva, ami minden igénynek megfelel a mai kor követelményei szerint, modern, és jól használható erre a célra, ezért örülök nagyon annak, hogy ez a beruházás már zajlik, és ugyan ez a januári tavasz nagyon sokat segít abban, hogy most is zajlik folyamatosan az építkezés. Igazából szeptemberig van lehetősége a kivitelezőnek arra, hogy befejezze, de mi abban bízunk, hogy ez ennél sokkal hamarabb elkészül, és külön épületek megújulnak a térkövezésen túl, a növényzet megújul, virágokkal, fákkal, bokrokkal fog gazdagodni és színesedni ez a terület. A szabadtéri színpad környéke is, tehát egy olyan komplex városközpont épül, amire bízom benne, hogy a város lakosságának a többségének a tetszését elnyeri. Ha arányokat nézzünk, és ugye ez volt a kérdés, hogy
6 milliárdnál tartunk az elnyert forrásokat illetően, ez nem minden toppos pályázat, hiszen például van egy olyan kehokos pályázatunk is a szennyvíztelepet érintően, ami közel 2 milliárd forint, 1,8 milliárd forint, amit erre a célra, a szennyvíztelep megújulásának a céljára nyert a város. Ezt is beleszámolom, akkor a 15 pályázatot mondhatok, abból 12-ben van eredmény, 12-ben van nyertes pályázat, és hogyha itt gyorsan igyekszem fejben összeadni ezeket az összegeket, akkor nagyjából kétharmad, egyharmad arányú az, ami a gazdaság irányában megy, és annak a fejlesztése és erősítése, és egy bő egyharmad rész az, ami egyéb pályázatokat érint. Van egy útfelújításos pályázatunk, ami kerékpárúttal van összekötve, ez is már csak arra vár, hogy a tavaszi újra, amikor megnyitnak majd az aszfaltüzemek, akkor be lehessen egy végső aszfaltréteggel fejezni ezt a felújítást. Azt gondolom, hogy itt a munkába járás segíti, akár kerékpárosan, akár autós közlekedéssel, akár gyalogos forgalmat, hiszen járda is épült ehhez a projekthez illetően, úgyhogy igyekeztünk minden lehetőséget megragadni, van, amiben még nincsen eredményünk, és a zeneiskolának a felújítása, energetikai felújítása vár még ránk, ami most előkészítés alatt van, illetve már kiírtunk közbeszerzést. Az első körben sajnos magasabb áralátok érkeztek, mint amennyi forrás a rendelkezésünkre áll, de amire itt is a nyári szünet eljön, és megkezdhetjük majd a kivitelezést, addig nem lesz probléma azzal, hogy meg is valósuljon ez a közbeszerzési eljárás.